Ki az, aki szereti a kihívásokat? És ki az, aki szeret sportolni, mozogni? Magyarország legsportosabb települése lett Salgótarján. Kihívásnapi programjainkkal, kategóriánkban első helyezést értünk el. A kihívás napja fő célja, hogy május utolsó szerdáján kedvet teremtsen a mozgáshoz és az egészséges életmódhoz. A sportos nap talán az év legaktívabb napját jelenti. Hazánkban eddig összesen 1596 település vett részt a vetélkedésben. A Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ szinte az első között csatlakozik minden évben a Magyar Szabadidősport Szövetség országos rendezvény sorozatához, az egyébként nemzetközi szintéren is jelenlévő kihívás napjához. A remek munkatársai izgatottan és nagy örömmel készültek, hogy a Tarjáni Tavasz Összművészeti Fesztivál keretében idén is megmozgassák Salgótarján lakosságát. Próbáltuk ötletes, színes játékokkal, erőpróbákkal, sportjátékokkal megvalósítani a közösségépítést és az örömteli sportolást. A hagyományosan május utolsó szerdáján megrendezett program 10 órától egy közös bemelegítéssel indult itt a főtéren, ahol több mint 100 gyermek élvezte a mozgás örömét, majd játékos sor és váltó versenyekkel mérettették meg magukat. A Városi Sportcentrumban sípszóra indult a program, ugyanis büntetőrúgó versenyen és kispályás focitornán mérkőztek meg egymással a csapatok. Természetesen a vízisportok szerelmesét sem hagytuk ki a kihívásokkal teli napból. A városi tanúszodában reggel 6-tól egészen este 21 óráig vártuk azokat az aktív lakosokat, akik legalább 15 percen keresztül folyamatosan úsznak, mindemellett gyógyúszáson is részt lehetett venni, és persze a medencében sem maradt el a móka és a játék. A tavaly októberben átadott tóstrandi pumpapálya is bekerült a sportos helyszínek sorába, ahol az extrém sport iránt érdeklődőknek készültünk bukkanós próbatételekkel. Így minden korosztály több helyszínen végig sportolhatta a napot, és ugyan játékos formában, de kiléphetett a komfortzónájából. Nagy örömünkre annyian megmozdultak, hogy kategória győztesek lettünk, és elnyertük Magyarország legsportosabb települése címét, így Salgótarján, mi Salgótarjánék a 6-os kategóriában lettünk a legaktívabbak. A Magyar Szabadidősport Szövetségtől pedig meghívást kaptunk a hivatalos díjátadó ünnepségre, amit június 14-én Budapesten rendeznek. Nagyon büszkék vagyunk a salgótarjániakra, hogy ilyen aktívak voltak, és természetesen büszkék vagyunk, ami remekes csapatunkra is, hogy jelentős szerepet vállaltak a programok megvalósításában és a nap lebonyolításában, így nagy örömmel vesszük át az elismerést is. A Rendezvény és Média Központ munkatársai az egyéni és csoportos sportprogramok résztvevőinek egész nap ajándékkal kedveskedtek.